ismerjék meg Mahatit, az idősödő és az évekkel egyre bölcsebb anyát. Mégis a csapat legalján helyezkedik el, egy öreg nőstény, fiatal és termékeny társakkal körbevéve. Egy majom paradicsomban élnek, ahol az étel mindig bőséges és természetes. Buja otthonukra azonban sokan irigyek, és egy váratlan támadás mindent megváltoztat. Mahati csapata menekülni kényszerül, és az utcán keresnek menedéket. Frusztráltak, éhesek és félnek. Vajon Mahati tapasztalata megmentheti őket? Meg kell tanulniuk megvédeni magukat, ha vissza akarják szerezni az otthonukat. A száraz évszak forrósága teljesen beteríti Jodhpur ősi városát. A város a társivatag szélén helyezkedik el, ezért a helyieknek nem újdonság a forróság. 6 hónap telt el az utolsó eső óta. A kemény körülmények ellenére egy faj mégis virágzik errefelé. A közönséges hulmánok, vagy a hindu majomistenről elnevezett Hanumán hulmánok. Ez egy szokatlanul nagy család. A Hanumán hulmán csapatok általában 41-ből állnak, de ők több mint 100-an vannak. Bonyolult társadalmukat szigorú társadalmi hierarchiák alkotják, amelyek megszabják, hogy ki párosodhat, vagy ki kapja a legjobb ételt. A csapat legtetején a király Kumár helyezkedik el. Ez hulmán nyelven annyit jelent, hogy tűnés. A 100 majom közül ő az egyetlen kifejlett hím. Erőskezű vezető, az összes ifjú apja, aki minden serdülő hímet száműz, mielőtt fenyegetést jelenthetnének a számára. Ám az óra ketyeg, az alfa hímek ritkán vezetnek 3 évnél tovább egy családot. Ahhoz, hogy minél tovább uralkodhasson, boldoggá kell tennie a valódi döntéshozókat. A nőstényeket. Pontosabban a fiatal és termékeny nőstényeket. Amint 3 évesen beérnek, csatlakoznak Kumár hierarchiájának csúcsához, mint a királynéi. Kölykeikkel együtt ők a legjobban táplált és kényeztetett tagjai a családnak, amit gyakran éreztetnek is az alacsonyabb szintűekkel. Az idősödő és kevésbé termékeny nőstények lejjebb csúsznak a szociális ranglétrán. Mahati és 3 hetes lánya Padma ennek a rangsornak a legalján helyezkednek el. Tizenkilenc évesen Mahati eléri a termékenysége végét. Padma a 15. kölyke, és valószínűleg az utolsó is. Noha Mahati nagyon tapasztalt anya, mivel ő a legidősebb nőstény,
utolsóként kap enni. Padmá és számára ez nem túl nagy nehézség, hiszen egy majomparadicsomban élnek. A Jodhpuri templomkertben. A közönséges hulmánok egész Indiában megtalálhatók. Élőhelyük a hegyektől az esőerdőkig és a sivatagokig terjed. A városi dzsungelben is előfordulnak. Jodhpurban, Rajasthan állam második legnagyobb városában 2000 egyed él. Körülbelül 40 évvel ezelőtt egy csoport beköltözött a vadonból az ősi Maharadzsa főváros templomkertjébe. Egy békés zöld oázis a városi világban. Templomok bájos gyűjteménye hatalmas bujaterekkel körülvéve. Kumár királysága kilométereken keresztül az egyik legtetszetősebb terület. Megvan benne minden, amit egy hulmán csapat kívánhat. Hatalmas játszótér, tökéletes alvóhelyek, állandó vízellátás. Sőt, előnyökkel teli barátok. A helyi tehenek ugyanis tele vannak ennivaló rovarokkal. Ám a helyet mégsem a szépsége és a nyugalma teszi oly vonzóvá. A templomkertekbe való beköltözés óta a hulmánok rendkívüli kapcsolatot ápolnak egy másik főemlőssel is. Az emberrel. A hindu hívők Hanumán majomistennel kapcsolják össze a hulmánokat. Fekete kezük, lábuk és arcuk Hanumán harcban szerzett égés nyomaira emlékeztetik őket. A hívek ajándékokkal fejezik ki imádatukat. Az évek során számtalan fajta étellel örvendeztették meg a majmokat. Virágokkal, zöldségekkel, gyümölcsökkel. Az erdőben szinte csak leveleken és füvön élő faj számára ez igazi királyi étrend. Ez teszi lehetővé a faj számára, hogy nőjön és fejlődjön. A múltban az állatoknak a kertfalain kívül kellett táplálékot keresniük, de erre ma már nincs szükség, hiszen minden tálcán szolgálnak fel nekik. Kumár csapatának soha nem is kellett szembenéznie az életben maradást övező stresszel. Kumárnak a mindennapos alamizsna ellenére sem egyszerű az élete. Birodalmát folyamatos fenyegetés éri. Egy főleg magányos hímekből álló rivális csapat a közelből kémleli a területét és a nőstényeit. Fiatal páriák, amiket a saját családjuk alfatagjai száműztek, mielőtt még nemileg éretté váltak volna. Az egy csapatba gyűlt állatok elég erősek ahhoz, hogy elvegyék Kumártól az értékes területet. A 15 éves Kumár immár egy éve uralja a kertet, de lehet, hogy mostanra már vesztett a dicsőségéből.
A száműzöttek tele vannak energiával, és nincs vesztenivalójuk. Sikeres hatalomátvétel esetén Kumár összes kölykét megölnék. Padmát is beleértve, hogy a nőstények újra termékenyé váljanak, és ezzel növeljék a saját utódaik esélyeit. Kumárnak ezért mindig résen kell lennie. A szociális ranglétra másik végén Mahatit más problémák foglalkoztatják. Mivel a legalsó lépcsőfokon helyezkedik el, őt terrorizálják a legtöbben. Az egyik fiatal királyné babysitterkedni akar. Az anyaság nem minden nőstény hulmán számára természetes, ezért gyakran folyamodnak csecsemőrabláshoz. Most éppen a kicsi Padmát nézte ki magának. És amit a királyné akar, azt meg is szerzi. A hulmán társadalomban a nőstények megosztják egymás között a kicsiket. Az alacsony rangú Mahati semmit sem tehet ez ellen. De ez egy igen kockázatos játék. A tapasztalatlan nőstények gyakran megsebzik, vagy akár meg is ölik a fiatal egyedeket. Egyelőre szeretetteljesnek tűnik, de a dolgok hamar megváltozhatnak. Padmá közel áll ahhoz, hogy leessen. Végül sikerül elmenekülnie. De Mahati nincs ott. Padmá elvesztette. Három hetesen teljesen rá van utalva anyja tejére és védelmére. A 43 fokos hőségben csupán néhány óráig képes egyedül életben maradni. De a megmentés úton van. Mahati végig figyelemmel kísérte a kölykét. Padmá szerencsés, hogy ilyen tapasztalt és gondoskodó anyja van. Mindazonáltal a ranglétra utolsó fokán ilyenfajta zaklatásokkal minden nap szembe kell nézniük. De Mahati erős egyéniség. Elég idős ahhoz, hogy emlékezzen arra, amikor a csapatnak még magának kellett táplálék után kutatnia. Akkor is az anyjától tanulta meg az életben maradáshoz szükséges feltételeket, mint például a táplálékszerzést. Normális esetben a 19 éves tapasztalat feljebb helyezné a szociális létrán, de ilyen bőséges táplálék esetén Mahati tudása nagyon keveset ér. A termékenység jóval értékesebb. Kénytelen hozzászokni a megfélemlítéshez, de legalább ő és kölyke is jól táplált. A város falain túl más állat is profitál az emberi nagylelkűség gyümölcséből. Odakint terül el a nagy társivatag. Egy rövid monszun évszak teszi lakhatóvá. Immár 6 hónap telt el az utolsó esőzés óta, ezért a forróság és a szárazság egyre intenzívebb.
Az égen kanadai darvak serege keres táplálékot. Tudják, merre kell repülniük. Íme a pártás darvak. A nyarat a mongol sztyeppéken töltötték. Az epikus 3200 kilométeres vándorlás végére értek, hogy itt a társivatagban töltsék a telet. Kicsán lakói tárt karokkal várják őket. Augusztustól márciusig minden reggel 600 kg gabonát szórnak szét egy védett területen. Eljött a reggeli ideje. A darvak óvatosak. Az égen körözve várják, hogy a legbátrabb daru leszálljon. Idővel összeszedik a bátorságukat, és a madarak tömeges leszállást hajtanak végre. Szervezett káosz. Több mint 6000 madár eszik itt minden nap. És senki sem marad éhes. Noha a pártás daru a legkisebb darufaj, eléri a másfél méteres magasságot. A napi rituálét még egy helyi házaspár kezdte el a galambok etetésével. Akkor még nem tudták, hogy nem sokára egy teljesen más fajt is magukhoz vonzanak. Az azóta hagyománnyá vált szokást a helyiek üdvözlik. Úgy tartják, hogy a darvak a gabonájuk miatt érkeznek oda minden télen. A kicsánhoz hasonló helyeken a vallási könyörületnek hála maradnak életben az állatok a zord klíma ellenére is. A templomkertben az adományozott étel elkülöníti Kumár családját a többi hulmán csapattól. A magas energiatartalmú étrend miatt megugrottak a születési számok. Az erdőben vagy sivatagban élő társaikhoz képest a nőstények itt kétszer annyi utódnak adnak életet, és az ikerszülések száma is sokkal gyakoribb. Máshol ilyenre nincs is példa. Mahati első kölykét 3 évesen hozta a világra, és azóta szinte minden évben világra hozott egy újabbat. A csapat könnyed élete sok lehetőséget ad a kicsiknek a játékra. A 3 hetes Padmá csak most jött rá, hogy egy egész világ vár arra, hogy felfedezze. De Mahati nem engedi messzire kicsinyét. Minden anya tudja, mikor jön el a pihenés ideje. Nem is nagyon lehet más tenni a déli hőségben. A csapat többi része is hasonlóan cselekszik, és nem aggódnak semmiért.
csak hogy amíg ők alszanak, mások mozgásban vannak. A magányos hímek bandája már napok óta a megfelelő pillanatra várt. Egyre közelednek. Kumár területe és a nőstények háreme őrülten vonzza őket. A kertet körülvevő utat keresztezve belépnek Kumár birodalmába. Azért jöttek, hogy megküzdjenek vele. Ha a hímeknek sikerül legyőzniük Kumárt, nem csak a nőstényeket veszik el, hanem a kölyköket is megölik. Kumár felfigyelt az érkezésükre. Harci hangokat hallott. A csapatot megtámadták. A nőstények pánikba estek, és felkapják kölykeiket. Kumár szembeszáll a betolakodókkal. De egyedül van, 12 támadóval szemben abszolút tehetetlen. Ki kell jutnia onnan. De nem csak ő menekül. A legtöbb nőstény követi, beleértve Mahatit és Padmát. Akik ott maradnak, a kölykeik életét kockáztatják. Hátrahagyják a becses templom kertet, és átkelve az autóúton, az ismeretlenbe tartanak. Ez nem az a barátságos világ, amit megszoktak. A csapat ismeretlen területre tévedt. A stresszes és ijedt Kumár leereszti a farkát. Most csupán árnyéka önmagának, és a királynék sem a régiek már. A csapat fiatalabb tagjai sosem jártak még a templomkerten kívül. Teljesen idegen környezet. Nincs biztonságos pihenőhely. És ami a legrosszabb, most már ingyenes étel sincs többé. A csapat hozzászokott a kiváltságos élethez. Sosem kellett magukról gondoskodniuk a városban. A magas háztetőkön keresnek menedéket. Mahati megszoptatja Padmát, hogy megnyugtassa. Ha egészséges akar maradni és tovább akar szoptatni, folyamatos táplálkozásra van szüksége. A kertben Mahati kapott utoljára ételt, de idekint előnyére fordíthatja a korát és a tapasztalatát.
Fiatal korában a kerten kívül élt. Anyjával rótták az utcákat, és ott tanult meg életben maradni. Míg a többiek rémültek és tehetetlenek, Mahati átveszi a vezetést. Érdekes módon Kumar és a többiek is követik. A város és a kertek fölötti dombokra vezeti őket, ahonnan leláthatnak a csupán néhány száz méterre lévő idilli otthonukra. A templomkertnek új királyai vannak. Lehet, hogy a hímek elzavarták Kumárt, de túl fiatalok és tapasztalatlanok. Még nem találták ki, hogyan irányítsák az ott maradt majmokat. Mahatihoz hasonlóan az összes kölyökkel rendelkező nősténynek sikerült elmenekülnie. A hímeknek most már egymással kell versengeniük, hogy megkaparintsák a megmaradt nőstények csapatát. Kitör a veszekedés. Igyekeznek macsóknak tűnni, hogy elkápráztassák a nőstényeket. Választaniuk kell egy vezetőt. Ezen kívül fejleszteniük kell a szociális képességeiket is, hogy ne riasszák el az embereket. De ők bűnözők, mihasznák és gengszterek. Sosem tanultak megviselkedni, csak a megfélemlítéshez értenek. Kumár csapata odafentről nézi őket. Mahati a fák biztonságába vezeti őket, ahol eltölthetik az éjszakát. Nem sok kényelmet nyújtanak az éhes állatoknak, amelyek nem tudják, hogyan szerezzenek ételt az utcáról. De valószínűleg csak idő kérdése, hogy kitalálják. Íme Jaipur, Rajasthan legnagyobb városa. Itt a majmok egy másik faja rendezkedett be az utcákon. A rézus majom erre a nyüzsgésre cserélte le a békés és csendes természetet. És igencsak városi mindennapi rutint alakítottak ki. Minden reggel az emberekhez hasonlóan átszelik a várost, csak jóval kevésbé hagyományos útvonalon. Minden alkalmat megragadnak, hogy ehessenek. Egy ablak egyértelmű meghívás. Ám ők egy sokkal gyümölcsözőbb helyre tartanak. A piacra. Minden tele van étellel, és csak egy módon kaparinthatják meg.
fényes nappal történő rablással. Ravassággal és bátorsággal képesek kijátszani az embert a saját területén. Ezek a rézuszmajmok a városi élet mestereivé váltak. Lehet, hogy nem olyan könnyű az életük, mint a Jodhpuri templomkert hulmányainak, de majdnem olyan jól élnek, mint ők. Jodhpurba visszatérve, Kumar csapata példát vehetne a makákókról. Már 3 napja a városban tengődnek, de csak elvétve találnak ehető maradékot. A táplálék utáni kutatás a város szélén lévő romokhoz vezette őket. Kimerültek és éheznek, és ami még rosszabb, azóta nem ittak, hogy elhagyták a kertet. Ez halálos lehet a kölykökre nézve, hiszen az anyáknak inniuk kell ahhoz, hogy tejet tudjanak termelni. A sziklákhoz préselik magukat, hogy árnyékban legyenek, de a kopárhegyen nem sokáig fognak életben maradni. Kumar és a fiatal nőstények teljesen kimerültek. Ám Mahati számára nem újdonság a nélkülözés. Mielőtt a bőséges táplálék rutinná vált, Mahati az anyjától tanult meg életben maradni, hogy hol talál ételt és vizet, illetve biztonságos alvóhelyet. A kerten kívüli élet ismerete nagy előnnyel ruházza fel, ezért ismét átveszi az irányítást. Itt a város szélén még vannak fák és bokrok, és étel is akad, ha a Mahatihoz hasonlók tudják, hol kell keresni. Észrevesz egy lehetőséget, amire a fiatalabbak nem figyeltek fel. A legtöbb hulmán tudja, hogy az orchideafák hajtásai és levelei ehetők. A templomkertben felnőtt, elkényeztetett királynéknak nem volt alkalmuk megtanulni ezt az anyjuktól. De a közönséges hulmánok alkalmazkodók és okosak, ezért felnőttként is képesek tanulni. Csak le kell utánozniuk Mahatit. Napok óta ez az első igazi étkezésük. De Mahati nem csak a levelekért jött. Jól tudja, hogy egy folyó is van arra. Ez a vízforrás a mentőöv. Éppen időben érkezett a kiszáradt nőstények és kölykeik számára. De a száraz évszak derekán még ez az oázis sem képes elég táplálékkal ellátni a csapatot. Ha életben akarnak maradni, vissza kell menniük a kertbe. Vagyis harcolniuk kell.
Ezúttal Kumár veszi át a vezetést. Őt követi Mahati Padmával a mellkasán. A többi nőstény követi őket. Lemennek a hegyről, és a kert fala felé tartanak. A templomhoz érve megállásra kényszerülnek. Egy megvadult kutyafalka. A város utcáit róják a szemétben guberálva, de most kiszúrták a kölyök hulmánokat, amik jóval csábítóbbak. Könnyedén elbánnának egy Padmához hasonló kölyökkel, de még egy kumár méretű felnőttet is képesek lennének megölni. A csapatnak át kell mennie a hídon, hogy a kertbe jussanak. Kumár bátran szembeszáll a kutyákkal. Elterelő hadművelet, míg a csapat többi tagja biztonságban átkel a hídon. A csapat sikeresen elérte a kertet. Mahati és Padma biztonságban van. De nem mindenkinek volt ilyen szerencséje. A kutyák elől menekülő egyik fiatal nőstény elejtette a kölykét. Életben van, de nincs túl jól. Az anya próbálja élesztgetni. De a vakargatása nem sokat segít az életéért küzdő kölyöknek. A kutyák felfigyelnek a lehetőségre, és közelebb merészkednek. Ám a hulimánok anyai ösztönei nagyon erősek, még a halál után is. Addig tartja magánál, ameddig csak tudja. Nincs idő gyászolásra. A csapatnak tovább kell mennie. A templomkertben kényelmesen berendezkedett hímek élvezik az életet. Szúnyókálnak a délutáni napon. Vagy éppen társaik vakargatásával próbálnak elérni valamit. A fiatal és tapasztalatlan állatok nem figyelik az esetleges betolakodókat.
semmit sem vesznek észre a közeledő bajból. Kumár csapata csendben közeledik. A számüzetésben okosabbak lettek. Az otthoni területen Kumár sokkal magabiztosabb. Mahati babysitterekre bízza Padmát. Kumárt követve a hímek felé tart. Más nőstények is követik őket. Az ellenség előttük van. A hanyaghímek láttán Kumár elindítja a támadást. Ezúttal nincs egyedül. Mahati és a többi nőstény karöltve harcol vele. A hímek teljesen összezavarodnak. A csapat egyiket a másik után üldözi el. Ahogy a vesztesek elsomfordálnak, Kumár ismét átveszi a templomkert irányítását. Mint mindig, most is bőséges lakoma vár rájuk. Ezúttal Mahati is elsőként ehet. A csapat régi élete helyreállt. Van víz, fehérjében gazdag sétáló büfé, és egy biztonságos hely, ahol a nőstények megszoptathatják a Padmához hasonló kölyköket. Kumárnak és a csapatnak még számos kihívással kell szembenéznie, de hála Mahati tudásának és bátorságának, jóval magabiztosabbak lettek a városi kalandjuk után, és bármire készen állnak, amit az élet kínál nekik. A
A csupán pár hetes Padma már most rengeteget tanult a túlélésről. Most már elindulhat az önállóság felé úgy, hogy a városban és a majom paradicsomban is megállja a helyét.